Szeretettel köszöntöm a Tom Petty TV nézőit. Mai riportunkban Tom Pettyt kérdezem a 2020-as évről. Kedves Tom Petty, hogy érezted magad 2020-ban? Köszönöm szépen, én jól éreztem magam. Nem érzed úgy, hogy idén nem sok mindent csináltál? Hát azért ez egy kicsit túlzás, hogy nem csináltunk semmit. Hány koncertetek volt? Ami igaz, az igaz, koncertünk nem sok volt, de nem miattunk, hanem a járvány miatt. De közben készítettünk a Tom Petty TV-vel 12 részt, és egész évben 4 videóklipet. A paripásat, a szülinapoz otthont, a banjót és a táncolt. Na, ez már tényleg nem semmi. És szerinted ezek közül melyik lesz sláger? Hát azt majd az idő fogja eldönteni, illetve a közönség. A sok elmaradt koncert benneteket is érzékenyen érintett anyagilag? Igen, ez így van, összébb is kellett húznunk a nadrágszíjat, aztán egy kicsit még összébb, végül el kellett adnunk az övet is. A viccet félretéve valóban érzékenyen érintett bennünket is, de közben megtanított bennünket arra, hogy egy picit még jobban spóroljunk, csökkentsük a szükségleteinket, illetve csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat. Ahogy körülnéztem nálad, látom, hogy több gitárod is van. Mondd csak, miért van neked ennyi gitárod? Egy, nem elég neked? Ahogy minden ember más és más, úgy minden gitár is más és más. Azaz, ahogy minden ember másban tehetséges, másban jó, úgy minden gitár is másban jó. Például ezzel a gitárral nagyon jól lehet rock and rollt játszani, ezzel a másikkal pedig nagyon jó, kedves, lágy kis szólócskákat. Aha, és mik a 2021-es terveitek? Hát sok új dalt és videóklipet tervezünk készíteni 2021-ben. És várjátok már a koncerteket? Nagyon várjuk a koncerteket, hogy találkozhassunk a mi kis barátainkkal, a gyerekekkel, és csapjunk újra közös nagy bulikat. Értem, az valóban nagyszerű lenne. Biztos minden gyerek várja már a Tom Petty koncerteket. Köszönöm az interjút. Ez volt a Tom Petty TV szilveszteri különkiadása. Köszönjük az egész éves figyelmüket. Boldog új évet kívánunk. A viszontlátásra, a viszont hallásra! Sziasztok, gyerekek! A mai nap egy nagyon érdekes témáról szeretnék beszélgetni veletek. A szabaduló művészekről. Tudjátok, kik azok a szabaduló művészek? A szabaduló művész olyan varázsló vagy bűvész, akit bezárnak valahova, aztán hip-hop, csodák csodája, hirtelen kiszabadul. Elmondjam, hogy csinálja? Na gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben sziasztok! Mindig... Sziasztok! Én vagyok a szabaduló művész! Dehogy vagy te szabaduló művész! Te csak egy kis rózsaszín víziló vagy! Na, eredj innen! Na, szóval, gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben mindig de azt kell... De én tényleg kiszabadulok bárhonnan! Ugyan, hagyjál már! Aj. Na, hol is tartottam? Ja, igen. A szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy de közben... De én szabaduló művész vagyok! Tegyél próbára! Na jó, elegem a mosán belőle, gyere ide! Jaj! Na várjál, csak adok én neked! Beleteszlek ebbe a zsákba! Na! Innen aztán már nem fog kiszabadulni, most már nyugodtan beszélgethetünk. Gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben mindig... Kiszabadultam! Hát ez meg hogy lehet? Hát most nem kellett bele ide a zsákba! Nem? Gyere csak ide! Várjál, csak adok én neked! Na! Végre most már bezártam ebbe a dobozba, most már nyugodtan beszélgethetünk. Gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben mindig... Olé! Újra kiszabadultam! Hát most tettelek oda, hát ezt nem hiszem el! Gyere ide! Na, onnan most már nem fog kiszabadulni. Gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben megint mindig... Megint kiszabadultam! Hát ezt nem hiszem el! Hát itt vagy benne a dobozba! Üdvözlöm! Na várj, csak adok én neked, na gyere csak ide! Na!
Bezártam a bőröndet, na onnan szabadulj ki, ha tudsz! Na gyerekek, hol is tartottam? Ja igen, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben egyfolytában... Ha megül itt vagy, hát ezt nem hiszem el! Gyere ide! Áldok én neked, na gyere csak ide! Szóval, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt... Kiszabadul! Hogy... Hát ez nem igaz! Itt vagy megint! A szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben... Na, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben mindig azt kell... Most már viszlek és bezárlak az állatkertbe. Na várjatok, mindjárt jövök csak, megyek, bezárom az állatkertbe. Mindjárt, mindjárt. Na onnan aztán nem fogsz kiszabadulni egy könnyen, barátocskám. Na mindjárt jövök. Na, itt van. Na, bezártam az állatkertbe, most már nyugtunk lesz tőle, gyerekek. Végre magunk vagyunk, most már nyugodtan beszélgethetünk a szabaduló művészekről. Gyerekek, a szabaduló művész úgy csinálja a trükköt, hogy közben mindig... Megmondtam, hogy mindenhonnan kiszabadulok, mert én vagyok a legnagyobb szabaduló művész. Na, sziasztok, gyerekek! Most pedig szilveszteri nyereményjátékunk következik. Írjátok meg hozzászólásban, hogy hányszor szabadult ki a kis rózsaszín víziló, azaz a mi kis szabaduló művészünk. A helyes megfejtők közül kisorsolunk valakit, akinek postázni fogunk egy ilyen fantasztikus, felfújható rock'n'roll gitár, és 3 CD-nk valamelyikét. A sorsolás január 3-án, azaz vasárnap este 8 órakor lesz. Köszönjük, hogy velünk voltatok 2020-ban is! Erőben, egészségben, nevetésben és sok Tompedi koncertben gazdag, boldog új évet kívánunk nektek! Találkozunk 2021-ben! Sziasztok!